az, hogy ma Magyarország és mondjuk az Európai Unió egésze olyan klímában, olyan EU-szkeptikus klímában van, mint amilyenben ma van 2016 nyarán, az nagy mértékben a Fidesz politikájának és az Orbán kormány politikájának is köszönhető sajnos. Az a gáncsoskodás és az EU-szkepticizmus, és az például az oroszok felé való fordulás, ez mind-mind azt sugalta a közép-kelet-európai országoknak és az egész Európai Uniónak, vagy az egész menekült politikája Orbánnak, azt sugalta, hogy arra az Európai Unióra nincs szükség, ahova magyarok maguk akartak csatlakozni, amelyhez való csatlakozás még mindig a magyar társadalom 70%-a pártolja, és amely Európai Uniós forrásokból ez az ország él. Tehát elsősorban ez az első mondatom. A másik az, hogy nagyon jó lett volna, hogy amikor Cameron miniszterelnök úr itt volt Magyarországon, akkor Orbán Viktor jelezte volna neki, hogy nagyon sok magyart űzött el ő például dolgozni, több százezer magyart külföldre, és hogy Cameron miniszterelnököt, aki a saját pártjába tartozik, figyelmeztetett volna kicsit erőteljesebben a magyar miniszterelnök úr arra, hogy ne vigye be az erdőbe a briteket annyira, mennyire bevitte, és most már látom, hogy próbálja kivinni abból a mély sötét a briteket, amiben Cameron belehajtotta a brit szavazókat. Ez most már elég nehéz. És a harmadik mondatom, a Magyar Szocialista Párt és a szerény véleményem is az, hogy Magyarországnak az az elsődleges érdeke, és az Európai Uniónak is az az elsődleges érdeke, hogy a britek benn maradjanak. Úgyhogy arra buzdítja a Magyar Szocialista Párt, és én magam is arra kérem a briteket, hogy maradjanak bent, és ne lépjenek ki az Európai Unióból. Meg tudjuk oldani a saját problémáinkat. Nekünk kell megoldani, nem másnak. A módja az lenne, hogy ne legyen a magyar miniszterelnöknek és a mindenkori magyar vezetésnek, de leginkább Orbán Viktornak kettős beszéde. Hogy ne legyen a magyar miniszterelnöknek kettős kommunikációja. Nem lehet egyszerre az euróatlanti térség mellett kampányolni, nem lehet egyszerre az Európai Uniótól elfordulni és csatlakozni a Szovjetunióhoz újra. Ez a lényeg, ezt kell megérteni. Nem az eszköz a fontos, hanem az elv, ami mellett kitartunk, hogy európaiak vagyunk, és a békét és a gazdasági prosperitást és a biztonságunkat is csak együtt tudjuk megőrizni.